Ha szeretnél menő PG-13-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-13-es termékeket sorsolni. Na, sziasztok srácok, vándorlunk éppen, nincs nagyon semmi különleges dolgunk. Szóval, ja, tökre király, hello mindenkinek, üdvözlök, várjátok egy kicsit, közelebb tolom a... Jaj, a mikrofont össze-vissza fordulgat, bocsánat. Nos, lol! Várjátok, már ott van valami. Várjátok, mindjárt megyünk megnézni. Hoppá! Itt van valami először, sorban itt egy piros X, meg... ott van valami őrült nagy búra. Jó, megnézzük a piros X-et, hogy itt mi van. El van itt? Aha, oké, el van itt valami ásva, itt egy könyv. Oké, király, kezdődik. Szia, nagy lehetőség előtt állsz. A lényeg, hogy ne fulladj meg. Oké, jó, rendben, és ott van egy másik chest, ami tele van csónakokkal. Na, király, akkor kettőt kiveszek. Jó, nézzük meg ezt a cuccot. Viszont még a videó elején el szeretném mondani, hogy van egy új nyereményjátékom, amit az Instagramon az 500 követő miatt sorsolok ki. Szóval, hogyha ti is részt akartok ebbe benne venni, akkor alapból a komment szekcióba leírom a részleteket a legfelső sorba. De amúgy fel kell mentek az Instámra a legutóbbi Danis pólós posztot lájkolni, és bekövetni az Instámat, és odaérni, hogy megvolt, és nyerhettek egy valamilyen PG-13-es terméket. Egy hét múlva sorsolás. Na, váljunk bele akkor, nézzük meg, hogy mi lesz ennél a búránál, mert már amúgy érdekel. Nem tudom, hogy mit fogunk vajon ennél a cuccnál találni, eléggé érdekesnek néz ki, jó, oké, azért a csónakot ne törjük össze, mert valahogy ki is kell menni, meg ott villámlik minden. Megpróbálom, nem tudom, hogy kéne csinálni, jó. Ez egy föld alatti, vagy nem, föld alatti, úristen, ez egy víz alatti város. Hát érdekes lesz, jó, megpróbálok úgy beleesni, hogy... Oké, nem haltam meg, király, jó, oké, óvatosan. Leugrunk, király, jó. Oké, élünk. Hát itt van valami... Jaj! Az ott mi? Meg ott van valami őrült nagy lyuk. Jajaj, ezek ilyen... Jaj! Ezek ilyen, nem tudom mik, ilyen ugráló cuccok. Oké. Mindegy, ezeket gyors megöljük. Menj a birodalmunkból! Aha! Bocsi, de nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mi. Ezek ilyen dobálnak engem valamivel, nem tudom mivel. Most, hagyjatok már! Nyugi van. Nincsen semmi probléma, semmi gonosz dolgot nem akarok, meg ilyenek. Jól van, élek, meg minden, azt hiszem. Oké, mindegy, ott még él egy. Mindegy, őt most hagyjuk. Nem, izé, megöllek. Nyugi van, na, nyugi, én nem akarok semmi balhét, meg ilyenek, de mindegy, oké. Jó, ezek a csattogó óriás halak, ezek meghaltak. Mindegy. Van itt valami egyéb érdekesség? Vagy nem tudom, igazából itt van valami... chest, amit talán lehet, hogy be kéne mennem megnézni, vagy nem tudom. Ezt megnézem, hogy itt amúgy mit fogok vajon itt találni ebben a érdekes dolog. Mi ez itt? Poseidon? Wow! Hello! Csá, Poseidon! Üdv, szia! Aha, szóval ez Atlantis, vagy nem tudom, mi akar az lenni. Jó, király, megtaláltuk akkor Atlantis, nem tudom, hogy hogyan, de király. Te lennél a kiválasztott? Kiválasztott? Biztos, nem tudom, gondolom, erre jártam, aztán lenéztem. Menő a víz alatti helyed, amúgy király, tetszik meg minden. Aki a tengerek urának jogára tör. Biztos, nem tudom, én erre jártam, aztán szeretnék kalandot látni, meg ilyesmi. Gondolom, nem tudom, hogyha nyerettek velem valami értékes cuccot, akkor biztos, meg hogyha izgalmas. Jó, mindegy. Még néz körül, fiatal ember. Nézek körül? Jó, rendben van, körbenézek. Körbenéztem. Jó, mindegy. Hasznodra fog válni, aha, szóval nézek körül, oké. Körbenézek akkor. Igazából nagyon itt semmi extrém dolog. De a kiválasztott legyen erős, erős leszek. Itt van valami obszidiános cucc, ezt mindjárt megnézzük. Nem nagyon látok itt igazából semmit, amivel van nálam gyémánt sárkány, ezért én ezt kibírom ütni, szóval megnézem. Mi van itt lent? Mondjuk nagyon ügyes vagyok én az oldalsóval, kezdem, jaj! Ne már! Jaj, ezek ilyen tele vannak, de ezek nem sebeznek, lol, mekkora már? Te mondok engem ilyen csattogós halak, de nem sebeznek, nem tudom mi ez, de mindegy. Nagyon aranyosak, meg minden. Jó van. Fúj, Dani! Nem szeretnek. Ezek utálók? Ezek az utálók, és megölöm őket. Nagyszerű. Szegény utálók. Sajnálom őket. Látjátok, ezért ne utáljatok, vagy nem tudom. Sima a bőröd. Mi az, hogy sima a bőröm?
Nagyszerű, minden sima bőröm van, és itt egy chest. Poszeidón isteni kardja. Aha, kaptam valami isteni kardot, ez jobb, mint a gyémánt kardom. Nem nyálás? Nem tudom, nem nyálkás, ja? Jó van. Tudom, hogyha mennyien csattogós halacska van. Lesz meg itt valami extra cuccam úgy, vagy így ennyit kerestem, ezt a poszeidónos kardot. Ne engedd a kovácshoz. Kovácshoz? Milyen kovácshoz? De várjátok, hol van a kovács? Hol van itt a kovács? Kovács? Nem is találok itt kovácsot. Nincs is kovács, átvertitek. Nincs sehol itt kovács. Ott a kovács. Jajaj, írtosokan vannak. De halljátok, ezek nem sebeznek. Milyen bénák már. Van itt egy, úristen, itt egy nagyon OP gyémánt sárkány, mert akkor ezzel kellett volna kiütnöm. Voltam gyémánt sárkány és kiütöttem. Utállak, Dani. Hagyjatok. Látjátok, az összes utáló így jár. Nem utáljatok. Jaj. Jó van, írtósokan vannak, én ezekkel nem akarok megküzdeni, ez egy millió év lenne. De jó ég. Jó van, oké, meg vagyok. Király, jó, oké. Írtósokan vannak, én ezekkel nekem tényleg nincs kedvem megküzdeni. Na jó van, nem, én inkább feladom, jó, Poszeidón, megyek innen el. Hagyjál végén, nincs kedvem az összes ilyen csattogós halat megölni, ezek írtósokan vannak. És nagyon izé, ugrálnak össze-vissza meg minden. Jaj. Hagyjatok már békén! Mit csináltok? Jó van, meghalnak, nagyszerű. Na jó, srácok, fogalmam sincs, hogy mit kell csinálnom. Poszeidón itt kerget engem össze-vissza. A csattogós halak egyáltalán nem sebeznek, szóval igazából tök mindegy, hogy megölöm őket vagy nem. És megvan a gyémánt kard. Nem kötlező megölnöd, jó, hát akkor nem ölöm meg. Igazából, hogyha nem kötlező, csak itt villognak a fejembe és idegesít. Na, mit kell csinálnom akkor, Poszeidón, kivennem ezt a cuccot? Mi ez? A tenger szíve. Nagyszerű, van egy tenger szívem. Kivettem valami tenger szívét, most nyertem. Ha kiveszed, igen, akkor mi lesz? Hogyha kiveszem, akkor nyertem? Vagy nem tudom. Fogalmam sincs, hogy most ennek így mi van, vagy mit kéne csinálnom. Akkor te leszel a tengerek és óceánok istene. Aha, szóval most én lettem a tengerek és óceánok istene, nem érzek semmilyen szupererőt, az a gond. Most amit éreznem kéne? Vagy mi van? Semmi izét, erőt nem kaptam, meg ilyenek. Pedig nem fulladsz. Ideig se fulladtam. Ideig se fulladtam. Most nem tudom mi a izé, meg nem is vagyunk víz alatt. És ezek a csattogós halak, hú, de idegesítenek. Poszeidón! Most mit kéne csinálnom? Nyertem? Képes vagy 20 évig kibírni víz alatt? Oké, okay, hát tesztelem. Na. Akkor ezt teszeljük le, hogy most ez így éle. Jó van, kezdek fuldokolni, vagy nem tudom. Hát kíváncsi vagyok, hogy van tényleg izé. 20 évet nem unatkozol. Hát LOL, kajak. LOL, kajak! Nem halok meg. Király, mindig újra tölt a izém. Jó van, oké, megbíztam benned, akkor érezd az erőt. Tehát annyi, hogy tudok vízlat lélegezni, ez ilyen hatalmas nagy erő? Oké, mindegy, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy mi minden, de ezt nem tudom igazából, ez ilyen semmilyen izé. Mondd, hogy tisztulj halaknak. Tisztulj halaknak! Bambiri bam bam! LOL, eltűntek! Mekkora? Ezért eltűntek. Na, király! És visszabírom őket hozni? Valahogy, vagy nem tudom. Vannak ilyen különleges képességeim? Mutass már még valamit, repülni nem tudok, vagy valami? Hallod? Nehéz lesz, ja? Mindegy, akkor milyen képességeket tudok? Tudok? Wow! Tudok repülni! LOL! Mekkora? Tudok repülni! Na, király! Oké, kiszállok innen. Mekkora? Fel tudok szállni! Várjátok! Wuuu! Várjátok, ilyen delfint játszok! Csat. Jó van, oké. Vigyázz a szárazföldre? Jó, szárazföldet nem szabad akkor érintenem, vagy nem tudom. Jó van, király, jók ezek a képességek. Még valami? Nem bírod majd 60 percig se. Aha. Mindegy, akkor ezt a talizmántól lehet majd megválunk, de mindegy. Egyéb valami különlegesség? Még lenne egy tesztem. Teszted? Na mondjad. Mondjad, mi az a nagyon különleges teszt, vagy nem tudom. Nyugodtan hallgatlak meg ilyenek. Küzdj meg 5 hallal. Jaj, hagyjál már. Hagyjál már. Ne, kimondom azt a bambili bambam hal tűnjel, add ide a szívet. Tessék, itt a szív. Nesze. Nagyszerű, meg kell küzdenem 5 hallal. Hát csodálatos. Ez is micsoda kihívás, ezt komolyan mondom. Nagyszerű. Na, Poszeidókám. Készen állok, azt hiszem, gondolom. Csodálatos. Most ezeket kell itt ölögetnem. Ó, jaj, most sebződök is, meg ilyenek. Csodálatos. Jó van. Oké. Okay. Jaj, ezek amúgy így erősek. Ezek így már erősek? Ezek így már nagyon erősek? Jó, oké. Okay. Nem bajom, hogy ez is így egy kicskét így
Ezt nem simálja. Ez simán megvan, király. Jó van, gyerünk, gyors. Gyors, oké. Oké, oké, megvan. Ott az utolsó. Te erős vagy, köszönöm. Köszönöm szépen, Poseidon. Megtiszteltetés. Na, jó van, nyertem, azt hiszem. Spongyóban mikor találkozok? Akkor biztos el tudok menni hozzá is, vagy valami. Na mindegy, Poseidonkám. Visszaadod a kövemet, vagy valami? Akkor már legalább. Köszi. Add vissza, kiérdemeltem. Add vissza. Add ide! Így is tudok repülni. Lol, az megmaradt. Visszaadom és meghalok. Ne! Ne halj meg! Nem kell meghalnod, gondolom. Vagy nem tudom. Poseidon, figyelj már. Meghalt. Lol, ez meghalt. Oké, mindegy, kirepülünk innen. Hát, srácok! Figyeljétek, érdekes volt, minden esetre én ezt visszadobom igazából, mert azért inkább a szárazföldön élnék szívesebben. Na mindegy, srácok, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Érdekes volt, hogy Poseidon meghalt, ez nem tetszett ti a végén, de mindegy. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, igazából megszereztünk ilyen isten cuccot, de nem tudom, akkor nem tudnék cserébe a szárazföldön élni, és akkor nem lennének izgi videók, szóval. Ja, ettől most megvalunk, aki megtalálja, a szerencsés lesz, keresítek nyugodtan, akinek kell. De mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ha akartam még ilyen videókat, akkor dobjatok egy lájkot, meg ilyenek, találkozunk a kezébe, és még egyszer köszönöm szépen. Sziasztok!